Pásztor Krisz megéri hallgatni. Ti vagytok a világ világossága. Ez a kinyilatkoztatása a Mesternek, Jézus Krisztusnak, amikor az Úr mondja ezt, hogy te vagy a világvilágossága. Ez azt jelenti, hogy van elhívásom ebben az életben. Világosságot hordozok a nemzetekben hogyha te a világosság gyermeke vagy, ki vagy te? Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, amíg itt vagyok a Földön, te vagy a világ világossága. Mikor megérkezek valahova, jön a világosság. Amit nem tudtál, amikor megérkezek, tudni fogod. Van valami testvérem, van valami benned. Te vagy a világ világossága. Dicsőség az Úrnak! Máté evangéliuma 19.28-as verstől. Olvassátok 3-2-1. Jézus pedig mondanékik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, az születéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe és ítélitek az Izrael tizenkét nemzetségét. Jézus pedig mondanékik, bizony, mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, így van a Kings James-be és más fordításokban megírva, akik követtek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe. Ti is beültök majd tizenkét királyi székbe. Először is korrigálni szeretném ezt az ige verset, mert ahogy ez le van írva, és más fordításokban is, ez nem pontos. De szeretném felolvasni először, ahogy kellene, hogy legyen. A probléma, hogy rossz helyen van az írásjel, és az írásjel az egész témát megváltoztathatja. Tehát először az írásjelet szeretném jó helyre tenni, aztán elmagyarázni nektek. Jézus pedig mondanékik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem az újjászületéskor, tehát, akik követtek engem után van egy vessző, és ez nem jó helyen van, az újjászületéskor szó után kell, hogy jöjjön, mert az eredeti görögben nem ott van a hangsúly. Tehát a fordítók jogalapot képeztek arra, hogy írásjelet tegyenek oda. És ez azért van, mert elveszítették az igazi értelmét ennek az igeversnek. Tehát, amit Jézus mondott, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe. Mi a különbség? Nagy a különbség. El szeretném magyarázni nektek. Három fő hely van az új szövetségben, ahol a kifejeződése van a szinoníma szavaknak az újjászületésre nézve. Tehát összekeverték ezt a fordítók. Amit Jézus mond, akik követtek engem az újraszületéskor, az újjászületéskor, a megújításkor, mert azért jött, hogy újra születést, újjászületést hozzon. Ezt kezdte el a tanítványokkal. Azt mondta, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem ebben az újjászületésben, követtek engem? Tehát, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, meg fogjátok kapni a jutalmatokat. Azokhoz beszél, akik követték őt ebben az újjászületésben. Mit gondoltak? Miért tették ide a veszőt, az írásjelet? Az újraalkotás szinoníma szó miatt az újraalkotás lehet, hogy szinoníma szava az újjászületésnek, de nem ugyanaz. Újra szerkesztés és szinoníma szó. Különböző szavakat mondunk, hogy kifejezzünk különböző dolgokat, de nem ugyanazon témáról beszélünk. Nézzünk meg egy ehhez hasonlót. Menjünk az Abcsel 3-hoz. 21-es verstől fogjuk olvasni. Kit az égnek kell magába fogadnia, Jézusról beszél. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míg újjá újjáteremtetnek mindenek. Ez az újjáteremtetni, ez a jövőre vonatkozik, ez összezavarodást hozhat. Újjáteremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten. A görög szó itt az apokaktasis, ami újraalkotást jelent, szerkezeti átalakítást, mint újjáépíteni, újra mindent egybeszerkeszteni, helyreállítani. Látod ezt? Különbség van a helyreállítás és az újraszületés között. Követtek engem. Tehát ez a szó nem ugyanaz, mint a poligénézia, ami az előző helyen volt Máté evangéliumába ez újra születést jelent és harmadik helyet is meg fogom mutatni ez a jövőre vonatkozik amiről most beszélünk tehát az első amivel foglalkoztunk, Jézus nem azt mondja, hogy akik követtek engem az újraalkotásban, vagy az újra egybeszerkesztésben, nem ezt mondja Jézus. Ti, akik követtek engem az újjászületésben, menjünk a Titus háromhoz. Nézzük meg az ötös verset. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem megújítása által. Ugyanazon szó szerepel újjászületés, amiről Jézus beszélt a Máté evangéliumában. Újraszületés. Nem helyreállítás, amikor újjászületsz, te nem helyre leszel állítva, hanem új élet adatik neked. Azt mondja Jézus, újjá kell születnetek, nem helyre kell, hogy legyetek állítva. Tehát ami jövőbeli dologról Jézus beszél, az a trónülés. De. Már az újjászületés elkezdődött a tanítványaival, ez az újjászületésnek a munkája míg tökéletesít velet az ő feltámadásával. Értitek ezt? Miért osztottam meg veletek ezt? Hogyha megosztom és nem értitek, mit jelent az ige, akkor nem jelent ez számotokra semmit. Azt akarom elmondani, hogy... 12 tanítvány követte Jézust az újjászületésbe, tizenkét törzsét Izraelnek fogja ítélni, de nem ért véget az újjászületés. Mi még mindig ugyanezt az újjászületést prédikáljuk, ugyanezt hordozzuk, és mindannyiunknak megvan érte a jutalma, mert követtük őt ebben az újjászületésben. Dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak. Dicsőség az úrnak. Valakinek mond, nincs vége! Nincs még vége, még sok mindent el kell végeznünk. Az újjászületés munkáját végezzük, emlékezz, azt mondom nektek, újjá kell születnetek, újra kell születnetek. Ez más, mint a helyreállítás, dicsőség az Úrnak. Tehát vele együtt vagyunk az ő tervében az újjászületésnek az embereknek új életet adunk, belevisszük egy újra születésébe a szellemnek. Ez a mi felelősségünk. És mi nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Isten kiválasztott minket, hogy részese legyünk ennek. Hordozzuk, amit Jézus képviselt és tanított és amit az apostolai folytattak, akiket kiválasztott, dicsőség az Úrnak. Tehát mi részesei vagyunk ennek, és csodálatos. Köszönöm, Úr Jézus, hallelúja. Nézzünk meg egy másik igét, Dániel 7. részében. A 27-es verstől olvassuk. Az ország pedig, és a hatalom, Látod, hogy ér majd véget? Az ország pedig is a hatalom, és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének. Mind az, ami az igalat van, ég lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének. Az ő országa örökkivaló ország, és minden hatalmasság neki szolgál és engedelmeskedik. Mondjon erre valaki, ámment. Így fog majd véget érni. Elmondtam nektek tegnap, az Antikrisztus nem fogja elfoglalni úgy a világot, ahogy ő akarja. El fogjuk hagyni ezt a világot először, mielőtt ő munkálkodhat. És mikor visszajövünk, akkor elfogjuk és a mélységbe taszítjuk. Belezárva sátán ezer évre. Ott lesz a mélységbe ezer éven keresztül sátán nélkül. Gondolkozz -e ezen. Isten csak fegyelmezni akarja őt ezer éven keresztül ott tartani. El tudod képzelni a mélység ezer éven keresztül, és még nincs vége, utána még mélyebbre kerül majd. Halleluja! Tehát odaadatik a magasságos egek szentei népének. Ezek mi vagyunk. A következő igevers előtt hadd mutassak meg nektek valamit. Példabeszédek 11.30. Olvassátok, az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. Azt mondja, az igaznak gyümölcse életnek fája. Oké? Okay? Ez tőled jön, az életnek fája. Tehát látod, az életnek fája nem a szádban van. Életet hozol létre, belőled jön ki az úrnak, és lelkeket nyer meg a bölcs. Aki lelkeket nyer, az bölcs. Mond, bölcs vagyok. Teljesen mindegy, mit látsz a világban, emlékez. Ez a legfontosabb. Tudod, mit jelent elismerve lenni a lélek nyerésért? Valamit, amit az igen mond arról, hogy egy ember megtérésén a menny örvendezik. Azt mondja a Biblia, hogy az angyalok örvendeznek. Mennyit ér egy lélek? Mi az értéke egy léleknek? Elmondhatom neked. Elmondhatom neked? Mert kalkuláltam. Kalkuláltam. Kalkuláltam egy lélek értékét, és megtaláltam a választ. Szeretnétek leírni? készen álltok? Szeretnétek kitalálni? Írjátok le a B. Írjátok le, hogy J. O. J. És írjátok le, hogy V. Ez a formula, amit használok, és a jelentése a Jézus vére. Egy lélek. Hogyha egyetlen egy ember lett volna, Jézus akkor is eljött volna, hogy meghalljon érte. Nem azért jött, mert sokan voltunk, mert értékesek vagyunk, azért jött. Ez volt az ára. Tehát ez izgalmas pillanat, hogy leülünk és elgondolkozunk, hogy megváltoztatunk életeket, és hogy jelentőség teljes dolgot teszünk Isten királyságában. Ez csodálatos. Mond halleluja! Tehát, aki lelkeket nyer, az bölcs. Oké, Dániel 12. Az első verstől olvassuk első verset olvassátok. És abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te népednek fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól az időtől fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, akik csak beírva találtatik a könyvben. Verse Második vers. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Hey! The... És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, és némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Ez fájdalmas. Hármas verset olvassátok. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökön örökké. Valaki mondja azt, halleluja! Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek miként, a csillagok örökön örökké. Halleluja! Az egyház menetel előre. Az egyház menetel. A pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Az egyház menetel. Még egyszer. Az egyház menetel. Az egyház menetel. The gates of hell shall not prevail. The church is marching on. Hallelujah. Hallelujah. Ez csodálatos. Fénylenek, miként a csillagok, akik sokakat igazságra vezetnek. Aki lelkeket nyer, az bölcs, és aki bölcs, úgy fénylik, mint az égnek fényessége, a mennynek a fényessége, néha nem látod a napot, és ilyenkor fénylenek az égnek fényességei, mert a nap valahol van, és a csillagok égitestek fénylenek, néha éjszaka, amikor teli hold van, a bölcs úgy fénylik, mint az égnek fényessége. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökön örökké, ők az okai a fényességnek. Köszönjük, Szent Szellem. Máté 5. 14-es verstől. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Ti vagytok a világ világossága. Ez a mester kinyilatkoztatása Jézus Krisztusnak. Erővel hirdette ezt ki. Hatalommal mondta ki: Ti vagytok a világ világossága. Micsoda kinyilatkoztatás ez. Ti vagytok a világ világossága. Tudod, több héttel ezelőtt szellemben voltam, és Isten hangja szólt hozzám világossággá tettelek téged. Yeah, És azt gondoltam, igen, hallottam már ezt. Azt mondtam, világossággá tettelek téged. Yes. Igen, igen, azt mondta, nem. Még mindig nem hallasz engem. Világosságát tettelek téged, igen. És hirtelen azt mondtam, Uram, mit jelent ez? És azt mondta nekem, szeretném, hogyha megnéznéd az igényben, és rájönnél, mit jelent. Te vagy a világ világossága. Ez az egyik legnagyobb kijelentés, ami elhagyta a mesternek a száját. Ugyanazt mondta nekünk, amit magáról állított. Azt mondta, amíg itt vagyok a földön, én vagyok a világ világossága. Azt mondta nekünk, ti vagytok a világ világossága. És azt gondoltam, ó, ez csodálatos. Szellemben voltam, Isten szelleme szolgált felén, figyeltem. És látomást láttam, és azt mondta nekem. Elmondtam neked egy évvel ezelőtt. Egy évvel ezelőtt. Egy évvel ezelőtt mondtam neked. Egy évvel ezelőtt. Hirtelen a szellememben megértettem. Azt mondta. November hónapjában elmondtam neked, hogy az a világosság hónapja. Elfelejtettem. Felvettem a dolgaimat. Mentem a hónapokhoz, megnéztem. Ott volt. November a világosság hónapja volt, és azt mondta nekem: Nem adtál neki nagy jelentőséget. Igen, én is úgy gondolom. Én is így gondolom. Figyeljetek! Egy évvel ezelőtt azt mondta nekünk, hogy ez a világosság hónapja. És egy kicsit megosztottam erről valamit, de ott el is hagytam, amit Isten akart velem csinálni, hogy milyen tanulmányozzam, és nézzem meg, miről szól. So, Itt it van, figyelj! Tovább tudjuk to olvasni? Menjünk vissza Máté 5, 14-es verstől. World. Ti vagytok a világ a világossága. Nem rejthetetik el here. a hegyen épített no, város. Means, Ez automatikusan azt jelenti, hogy mi hegyre lettünk építve. Listen. Figyelj! Hegyre lettél tétetve, ott vagy. Nincs vége. Olvassuk tovább következő vers. Gyertyát sem azért gyújtanak. We need Gyertyát sem azért gyújtanak. Ez azt jelenti, hogy be kell fejeznünk ezt a meghatározást. Még nem érted ezt. Menjünk vissza a 14-es vershez. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetetik el a hegyen épített város. Vége. Következő vers. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véke alá, hanem, hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak gyertyát sem azért gyújtanak. Fejezd be ezt a gondolatmenetet. Követtek engem? Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék. Azt mondja, te vagy a világ világossága nem egy kosár alá rejtettelek téged, a hanem a gyertyatartóba tettelek téged. You're not If not nem kosár the alatt vagy. Hogyha egy ember nem rejti kosár alá a gyertyát, én se fogom megtenni és az egész háznak világosságot hoz. Ó, uram, én vagyok a világ világossága. Értem az elhívásomat. Én vagyok a világ világossága. Mi a fény? Elmondták a tudósok. Elektromágneses sugárzás. Eddig jutottak el. Amikor mérhető fényről beszélnek, megértették, hogy van láthatatlan fény, ami a hullámhosszon kívül van. A mérték, amit elmondanak, 300 nanométertől 700-ig terjed, vagy kicsit több, vagy kicsit kevesebb. Ebben a tartományban látható a fény. És ezen tartományon kívül túl rövid vagy túl hosszú a hullámhossz az ember számára, hogy lássa a fényt. Eddig tudják, de valójában van látható és láthatatlan fény az optikai szem számára. De a fény túlmutat az elektromágneses sugárzáson. Eddig tudták az emberek felfedezni a fényt, de van olyan fény, amiről a Biblia beszél, amihez az ember nem ér fel. De a gyönyörű dolog, mindenki úgy tűnik megértette a fényt, legalább annyira, amit a szem lát. Mit tesz a fény? világosságot hoz, right? ugye? Világosságot hoz. Hagy nézzünk meg egy-két ige verset, nagyon egyszerűen. Itt vagytok. Tudom, hogy itt vagytok. Glory to God.